Pár nappal ezelőtt egy írásomban megemlítettem, hogy pénzügyekben a németek nem ismernek tréfát. Sőt, illusztráltam is azzal, hogy néhány évvel ezelőtt két európai kormányfő távozásában volt német szerep. Mindkét esetben egyébként pénzről volt szó, Berlusconiról és Ciprusról beszélek, és megjegyeztem, hogy lehet, hogy ez esetben, amennyiben Orbán Viktor túlhúzza a húrokat, lehet, hogy hasonló sors vár rá is. Nem szeretem a Conteókat, de azért azt a saját karrieremből tudom, hogy diplomata kijárási tilalom idején a saját szakállára biztos, hogy nem fog elmenni drogos szexbulikra, kivéve ha utasítást kap rá. Márpedig Szájer Józsefet ez időtájt állítólag diplomaták társaságában kapták rajta. Én azt hiszem, hogy a diplomácia és a politika az nem a mesebeli hercegnők és hercegeknek az ügye, hanem nagyon is földhöz ragadt módszerekkel tud dolgozni. Jelen esetben kíváncsian várom a fejleményeket, hogy ezután esetleg még néhány fotó és más egyéb kegytárgynak a fölbukkanása után Orbán Viktor milyen döntéseket fog hozni, akár a saját pozícióját, mármint pénzügyi pozícióját, akár pedig kormányzati pozícióját illetően.